Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi jóslás, illetve ez két napra szól, május 30-ára és május 31-ére az indiai asztrológia szerint. Május 30-án új hold van. A nap és a hold találkozik a bika jegyében. Egy új hold mindig azt jelenti, legyünk visszahúzódóak, meditáljunk valami felett. Itt most a bika jegyének az energiájáról van szó, pénzügyi dolgokról, értékekről, ez lehet egy belső érték is. Azt is jelenti, hogy tartsuk meg a belső nyugalmunkat, vagy szépítsünk ki valamit a környezetünkben. Mi nők visszahúzódóak vagyunk, és ennek most van egy előnye. Maradjunk inkább a háttérben, és várjunk arra, amíg ő dönt valami felett, vagy közeledik hozzánk. Ami a kommunikációt illeti, várjunk inkább, amíg mások közölnek valamit velünk. De ennek ellenére van nálunk most egy gyönyörű kisugárzás, és mások észrevesznek bennünket, hölgyeket. Ami a pénzügyi dolgokat illeti, itt most lesz könnyűség, lesz mozgás, ez lehet pénzbevétel, vagy nyeremény is. Persze lehetnek kiadások is. Ha tervezel egy költözködést, vagy valamit szeretnél változtatni az otthonodon, vagy ki akarsz építeni valamit, ez most nem a megfelelő időpont erre. Ha tervezel egy utazást, egy nyaralást, vagy ebben az időszakban, vagy külföldön, és megvannak ezek a külföldi kapcsolatok, itt látom a korlátozásokat, vagy a nehézségeket. Ami a munkát illeti, egy téma visszatér hozzád, vagy egy bizonyos személy. Itt a múltról van szó, és ez kihat a munkahelyedre. Ami fontos, hogy legyen egy új irány, és feltedd a kérdést, hogy mi a hivatásod, mert ebbe az irányba tekinthetsz, itt lesznek munkahelyi változások, ami szerencsét hoz. Azon kívül most egy álom vagy egy kívánság megvalósulhat. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák. Ezek olyan kapcsolatok, de mindig vannak itt kármikus témák is. Vénusz bolygó és a nap egy vesi jógában áll most a napokban. Az azt jelenti, hogy Vénusz bolygó adja az impulzust. De mégis úgy van, mintha nem menne tovább, nem történik semmi. Vénusz bolygó utalhat ránk, hölgyekre, ezért is mondtam azt, hogy legyünk inkább visszahúzódóak, most sokkal előnyösebb, ha férfiak hoznak döntéseket, és így lesz mozgás. Azon kívül van egy Anubha jóga a Vénusz bolygó és a hold között. Ebben az esetben érzelmekről van szó, szerelemről, érzelmekről, mély érzelmekről és vágyakról, de nem tudjuk, hogy tudnánk ezt kimutatni. Az most is előnyösebb, ha mi hölgyek várakozunk, legyünk kicsit türelmesek, és bízunk abban, hogy itt tényleg szerelemről, mély érzelmekről van szó. Az is lehet, hogy ő nem tudja ezt kimutatni, és ez, ami elbizonytalanít bennünket, ezért vagyunk most kicsit visszahúzódóak. A hold, illetve a nap is, hiszen új hold van, elérte az aranykaput az ekliptikán. Ez az aranykapu a plejádokból és a hiádokból áll. Ezek testvérek. Mégpedig Atlasznak, Atlasz Istennek a lányai.
A plejádok kihatnak most erre az új holdra. A plejádok azok elkísérték Artemis istennőt, vagy Diana istennőt. Artemis, az az erdőnek, a természetnek az istennője, óvja az anyukákat, a gyermekeket, uralkodik a születés felett, és véd bennünket, védi az otthonunkat. A plejádok, ezek a fiatal lányok elkísérték Artemist, amíg Orion jött és egy mezőn kergette a fiatal lányokat, mire ők átváltoztak egy galambba. És ezek a galambok, ezek a fiatal lányok, a testvérek megjelennek, mint egy csillagkép, és ez alkotja a plejádokat, velük szemben vannak a másik testvérek, a hiádok, és így alakult ki ez az arany kapu az ekliptikán. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!